kik a legjobb arcok Újpesten, vagyis kik lesznek Újpest arcai 2016-ban. Úgy volt, hogy erre a kérdésre már a születi mulatságon is választ kapunk, de a zord időjárás közbe szólt, és ezért eltolódott ez az egész dolog. Viszont a karácsonyi vásáron megkaptuk a választ, hiszen megválasztották Újpest új arcait 4 kategóriában. Újpest arcaival beszélgetek majd most. Kislány kategóriában Babcsányi Panna nyert, és a kisebb fiúknál pedig Hallai Zalán. Ők most a vendégeim. Sziasztok! Először is gratulálok nektek! Köszönjük szépen! Örültetek? Örültök? Boldogok vagytok ennél? Igen. Én ott voltam végig a választáson, ez egy elég hosszú műsor volt, mert nagyon sok feladatot kellett megcsinálnotok. Azt meséljétek el nekem, hogy hogy éreztétek magatokat, Panna? Hát, nagyon jól éreztem magam. Szerintem sokkal jobb volt, mint a tavalyi, mert itt most inkább saját magadat fejlesztetted. Aha. Mert ugye tavaly sajnos egy tánccal indultunk, de jó volt. Na várj, te tavaly is indultál? Igen. Tehát már te dupláztál? Igen. Aha. Igen. Na igen, és hogy igen, szóval jobb hogy volt? Igen, hogy most sokkal jobb volt szerintem, mert ugye nekem is kellett csinálnom valamit, tehát készítenem kellett valamit, tehát már aha, ezzel is fejlesztettem a kreativitásomat. Aha. Zalán, jól érezted magad? Én is jól éreztem magam. Tavaly is indultam. Ja, te is duplázó vagy, na. És amikor meghallottam a hangom, akkor nagyon megörültem, és... De ez durva, nem? Hogy ott beszélsz a mikrofonban, és gyakorlatilag az egész térettől zeng, hogy ott beszélted. És azt szerintem is a tavalyi az kicsit rosszabb volt. Aha. És ugyanez, hogy a kreativitás... fejlesztjük. Szerintem ennyi. De és milyen nehezek voltak ezek a feladatokat? Feladatok? Mert mondtátok, hogy jó, hogy fejleszti a kreativitásotokat, meg fejlődtek ezáltal, meg ez tök jó hozzáállás, de hogy ezek nehezek voltak, Panna? Hát hogy ugye éreztek? Volt egy csoportmunka a társaddal, meg egy külön munka. Hát szerintem a csoportmunka, mert ugye mindenkinek az volt, hogy egy verset kellett írni, és hát az könnyebb volt, tehát az szerintem nem volt olyan nehéz. Az egyedi sem volt annyira. De az egyedire meg már készültetek, nem? Te például mit adtál elő? Hát ugye én egy verset, ugye igen, meg készültem műsorvezetéssel is, azt ugye elő is adtam. Te megszólaltattad a közönséget, igen, nem? Igen. Aha, és jól sikerült, hogy érezted? Biztos, hogy ez rossz kérdés, hiszen te lettél Újpest arca, tehát valószínűleg nem sikerült ettől rosszul, de akkor is úgy érezted, hogy ez jól sikerül is? Hogy... Igen, csak szerintem ott egy kicsit izgultam, mert nem dobtam annyira jól, tehát mindig a földre sikerült, de az, annak örültem viszont, hogy sokan tudták a választ. Na, és Zalán, te mit adtál elő? Én dekáztam. És... Szerintem is a vers az sokkal könnyebb volt. Ja, igen, meg azt együtt csináltátok, nem? Tehát az igen. Ilyen... Meggondolom, teljesen más dekázgatni otthon vagy a focipályán, nem? Mint ott egy színpadon emberek előtt, az azért azért biztos nehezebb. Nehezebb volt, és a egyedüli munkára sokat kellett készülni. Mert nem a legjobban tudok dekázni. Hát, de ha nem a legjobban tudsz dekázni, akkor miért dekázzással indultál? Így alakult? Mert igen. Aha. És ha tavaly indultatok, de nem nyertetek, akkor ez egyáltalán nem keserítette benneteket, és bizakodva indultatok újra a versenyen? Hát engem nem annyira, mert akkor inkább mondta anyukámnak, hogy akkor jövőre próbáljuk újra, és akkor most már tudom, hogy, mert az még csak egy, mondjuk, hogy úgy, hogy próba volt. Belekóstolta. Igen, hogy milyen, hogy néz ki ez az egész, aha, és akkor mondtam, hogy jövőre is indulhatnánk. És te amúgy is ilyen típus vagy, aki nem adja föl, és... Igen. Na, ez igen. Jó. Ez jó. És te se keseredtél az Zalán tavaly? Hát, én azért igen. Igen? Mert örültem volna, ha megnyerem. És amúgy nagyon tetszett. De látod, idén megnyerted akkor. Tehát idén számítottál rá a verseny közben, hogy van esélyed? Hát, igen. Te, Panna? Nem tudtam előre, tehát ahhoz kellett nekem mutatnom is valamit, hogy azért ne csak így álljak ott, és nézzek ki, a fejemből úgy nem fogok megnyerni. Tehát azért csináltam is érte valamit, hogy megnyerjem ezt a
Aha, de azért jó érzés volt, amikor meghallottátok igen. a neveteket. Igen, én majdnem elsírtam magam. Tényleg? Tehát már ott volt, igen. Meghatottál? Igen, nagyon. Te is? Hát én el is sírtam magam. Ez egy férfinás a szégyen, úgyhogy semmi baj, ez egy nagyon szép eredmény. Azt mesétek el nekem, légy szíves, hogy mit vártok ettől az évtől, hogy mi lesz, milyen lesz szerint. Ez egy különleges év lesz azért az életetekben, nem? Hogy egész 2016-ban ti képviselitek Újpest városát, Panna. Hát igen, nagyon jó lesz biztos, mert ugye sok fesztiválon fogunk részt venni, amin ez például tavaly nem, vagy tavaly előtt. És hogy mi fogjuk ezt az Újpestet képviselni, megfotózni, tehát nekem egy nagyon szép eredmény ez. Mm. Talán? Hát tehát azért most lesz dolgod ezáltal is. Igen. Hát azért az jó, szép dolog az iskola, meg ilyesmi, de most lesz egy csomó ilyen plusz feladat. Tehát ez a dicsőségen túl feladatokkal is jár, gondolom ez az egész. Igen. Remélem, hogy jók lesznek a feladatok, meg hogy megismernek-e az utcán, vagy nem. És az iskolába, meg remélem, hogy tetszeni fognak a napok. Ennyi. Ezt kell kérdezem először egyébként, hogy hova jártok iskolába? Én a Szűcs Sándor általános iskolában. Én meg a Benkőbe, a Benkő és a református iskolában. Na szóval, hogy várjátok ezeket a feladatokat, meg akkor álltok a kihívás elé, és valószínűleg egy izgalmas év vár rátok. De egyébként az fontos, mert így összefügg ezzel, hogy miket kell csinálni, azért itt előtérben kell lennie egy csomószor. Úgyhogy érdekes lehet ez a kérdés, hogy ti mik szeretnétek lenni, a nagyok lesztek? A szerepléssel kapcsolatos dolgokon törítek a fejeteket? Hát, Panna, mi leszel, ha nagy leszel? Nem nagyon így a szerepléssel kapcsolatban szeretnék, amikor nagy leszek, valami lenni, mert ugye én sportolok is, és én ott szeretnék nagy sikereket elérni. Na, tehát akkor mi leszel, ha nagy leszel? Én világbajnok szeretnék lenni. Miben? Röplabdában. Világbajnok röplabdában leszel. Zalán, te mi leszel? Én labdarúgó szeretnék lenni, és aranylabdát szeretnék. Na hát így kell, nagyot kell álmodni. Remélem, addig azért fejlődik annyit a magyar röplabdasport, és a magyar foci is, hogy erről beszélsünk. És hát az első lépésben viszont 2016-ban ti vagytok a Újpest arcai, és lehet, hogy én nekem ez lesz a leghíresebb, vagy legjobb interjúm abból a szempontból, hogy egy leendő aranylabdással és egy leendő világbajnok röplabdázóval beszélgettem most, de mindenképpen Újpest 2016-os arcaival. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Ahogy az imént Újpest legifjabb új arcaival beszélgettem, most jönnek az idősebbek, de csak egy kicsit idősebbek, tehát a nagyobb lány kategóriában Bajko Anita, és az ifjú férfi kategóriában pedig Szántó István, szevasztok. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és először is mivel kezdhetem más, mivel hogy gratulálok, hogy ti lettetek Újpest új arcai. Kicsiktől is azt kérdeztem az először, hogy milyen élmény volt egyáltalán ez a verseny, Anita? Nagyon jó élmény volt, nagyon izgultam, de szuper éreztem magamat. Igen, nem volt túl nehéz, vagy nem? Nem. Jó élmény igen. volt. Aha. István? Hát amikor kimondták a nevemet, nem hittem még el az elején. Hát utána nagy nehezen így elhittem, hogy én vagyok az Újpest arca, és szerintem ez nagyon hatalmas, jó dolog. Na, igen, ezt egyébként láttam, utána fölmentem, hogy ott voltam a színpadon, és láttam, hogy tényleg ilyen hitetlenkedve nézel ott, hogy te nyertél, de akkor ezek szerint nem számítottál rá? Hát számítottam rá. Ja, ezért számítottál rá. Igen. Na hát nem gondoltam volna, hogy... Hát szerintem elég szoros volt. Uh-huh. Egyébként a kicsik azt mondták, hogy ők már tavaly is indultak, ti se most indultak először? Mi először indultunk. Mi mind a ketten? Igen. Na, akkor légy szíves, mondjátok, hogy miért indultatok, vagy miért gondoltátok azt, hogy nektek itt meg kell mérettetnetek, Anita? Hát régebben is akartam indulni, csak nagyon sok ismerősöm volt, mint táncostárs meg barátnő, és nem akartam velük szembe ellen indulni, és most rájöttem, hogy na most megmérettetem magamat, kíváncsi vagyok, és igazából legjobban boldogak akartam lenni, hogy legalább eljutottam idáig. Aha. De tehát nem feltétlenül arra gondolt, hogy megnyert, hanem arra, hogy csak hogyan indult? Hát, hogy tovább üssek rendesen az egész végéig, és aztán a zsűri dönt. Aha. István?
Hát nekem úgy jött, hogy régen az osztálytársam jelentkezett, még a második fordulóba, és akkor neki nagyon tetszett, és akkor mondtam, mesélt így az osztályba, és akkor én meg csak így tájtott szájjal így néztem, és akkor megfogadtam, hogy jelentkezek, csak lekéstem a időről a harmadiknál, és akkor így jelentkeztem, azt hiszem ez volt a negyedik, és akkor jelentkeztem rá, és hát megnyertem. De akkor ez pont jó, mert akkor ezek szerint pont jó időben jelentkeztetek. Igen. Lehet, hogy véletlenül eddig nem, vagy valami másért nem, de ezek szerint pont jókor adtátok be ezt a jelentkezést. Meséltek egy kicsit arról, hogy milyen feladataitok voltak. Már itt az előbb is beszéltünk róla, hogy volt egy ilyen közös feladat, meg volt külön is, amiből előre készültetek. Te mit adtál elő, Anita? Én, aki mit tud részére, egy táncprodukciót adtam hiszen elő. Hiszen táncos vagy, ugye? Igen. Hol táncolsz? A Stage csoportnál. Régóta? Nála 4 éve táncolok, de előtte egy 8 évet a PMS Dance-nél táncoltam. Hát az 12 év, az nem kevés. Hát nem. Tehát ez azt jelenti, hogy a te életednek egy ilyen nagyon fontos szelete a tánc? Igen. Aha. Nem tudok úgy nélküle élni. De azért ezt látszott azon a produkción, hogy te ezt elég komolyan veszed. Igen. Aha. István? Hát én, nekem voltak a quiz kérdések, ez nekem nagyon nehezen ment, mert nekem az volt a quiz kérdésem, hogy soroljak föl 5 darab újpesti olimpikont. Hát nem nagyon tudtam olimpikon, de mert még az volt a szerencse, hogy belemondták a mikrofonba, hogy mi volt, és akkor így segítettek a régi újpest arcai is, és így sikerült, mert volt a 6 soros verset kellett előadni, az nekem nagyon tetszett. Szeretek is rímálni is, meg minden, és akkor így jó sikerült nekünk szerintem, és hát az egyéni produkcióm az egy rap volt, meg tánc. De várjál, de először, mert ezeket én láttam, tehát ilyen kicsit ilyen álságosak kérdéseim, álságosak, mert ott voltam, de hogy te ugye először táncoltál, de közben igen. Pedig arra nem készültél. Nem hanem, készültem egyáltalán. Ez hogy jött az, hogy na jó, akkor még csak táncolok. Hát úgy volt, hogy amikor legutoljára itt voltunk még, amikor voltak a elődöntő. Pont itt a stúdióban, nem? Az igen, itt voltunk, és akkor táncoltam is, és akkor megkérdezte a Zsuzsi, hogy nem akarok táncolni is, és akkor mondtam, hogy jó, táncolok, és akkor felmentem, és így elég jól sikerült. Aha. És utána mondjuk az egy kicsit hatásvadász volt, hogy utána viszont egy olyan nótát énekeltél, amit gyakorlatilag egész Újpest, tehát hogy az azért okos, tehát azzal nem lehet nagyot bukni, bele a Majka Curtis belealok nótájával. És egy sikered is volt, vagy hát ezt. Igen. Te láttad a táncát? Mit szóltál hozzá szakmailag? Legyél őszinte, kérlek. Nekem nagyon tetszett. Tényleg? Igen. Láttad 12 éves táncos múlta, 12 évnyi táncos múlta. Megdicsér azért, ez szép dolog. Köszönöm szépen. Mit vártok ettől az évtől, hiszen azért ti fogjátok képviselni Újpestet 2016-ban, Anita? Hát igazából sok rendezvényen szeretném, hogy meg... ott lenni, és igazából jól szeretném érezni magamat velük, az egész társasággal, és segíteni szeretnék sok mindenkin. Uram? Hát, én is szeretnék úgy, hogy ott legyek, fotózkodjak ilyen nagyobb sztárokkal, és hát, hogy én hogy képviselsem Újpestet, ez szerintem egy hatalmas dolog, hogy én lehetek Újpest arca. Szerintem egy nagyon jó dolog, hogy kimehetek, és akkor úgy ott lehetek. De azért is, mert ti ennyire, tehát ti lokálpatrióták vagytok, hogy ennyire szeretitek Újpestet, a saját hát én az így. Összes, ami volt idáig a városnapok, akkor a karácsonyi vásár, meg a mindennyi Újpest, ami az Újpest központban volt, minden nap kint voltam. Minden nap is kimentem. És a foci csapat? Hát, nem nagyon szeretek focizni. Erről ne beszéljünk. Kosarazni szeretek. Aha. És ami az Anitának a tánc, neked az micsoda? Nekem nagyon tetszett, én csodálkoztam. De jó, az oké, hát jó, azt értem, hogy nagyon tetszett az Anita meg a tánca, de hogy ami az ő életében a tánc, az neked mit tette? Mit szeret csinálni? Mi a... Nekem a kosár. Kosárlabda? Igen. Aha, tehát az a fontos dolog az életed. Hát meg a tanulás. Hát meg a tanulás, azt természetesen. Tényleg azt nem is kérdeztem, hogy hova jártok iskolába. Én a Megyeri úti általános iskolába. Én meg a Gundel Károly vendéglátói szakképző iskolába. Aha. És mik lesztek, ha nagyok lesztek? Én vendéglátóban
vagyok ugye szakképzésen, és még van ezen kívül, ezen az éven kívül egy évem. Ezt de közben már dolgozol, tenni. Nem? Igen. Legalábbis tök nehéz volt téged egyeztetni, tehát sztárokat kell ennyiszer hívogatni, mint téged, tényleg, hogy bejöjjenek, mert szakképtelség volt előbb. Gyakorlati héten van most, és egy hét suli, egy hét gyakorlatom van, és pont gyakorlat volt, és nálam nem nagyon szokott lenni telefon, és éppen felszolgáltam, és nem tudtam, sajnálom. Ja, semmi baj, ez most nem ilyen megfedés volt, csak úgy megállapítottam, de biztos voltam benne, hogy nem ezt fogod mondani, hanem azt, hogy a tánccal fogsz foglalkozni. Hát igen, ezzel a kettővel mellette ezt szeretném fejleszteni, és külföldön szeretnék kiakadni valahol majd. Igen? Igen. Te? Hát én egyértelműen kosarazni akarok, én mégig is fogom vinni, és... De ti ez a profi kosaras akarsz lenni? Igen, mindenféleképpen. Új hanga Ádám? Vagy... Hát valami olyasmi. Aha. Jordan körül. Ja, Jordan, mit hangáldám Jordan, persze. De egyébként, tehát például az előbb a kicsik azt mondták, hogy az egyikük világbajnok röplabdázó szeretne lenni, az alán pedig aranylabdás focista. Tehát ők nem nagyon adták lejjebb, tehát a célok kellenek. Szerintetek azokat, vagy az egész dolog, ami ebben az egy évben vár benneteket, tehát az egész Újpest arca cím, ez segít abban, amit ti majd el akartok érni az életetekben? Szerintem igen, mert sok ember fogunk megismerni. És a szereplés, tehát az, hogy ki kell állni emberekkel, be kell jönni tévéstúdióban, nyilatkozni, fotózkodni kell. Ezzel igazából úgymond hát híreszteljük a dolgokat. És ez így több mindenki lát és ismer. Megismeri, hogy milyen az ember, hogy beszél, milyen módora van. Meg hát gondolom, ezt ilyenkor alakítani is lehet, nem? Tehát, hogy csiszolni azokat a dolgokat, most van erre lehetőség, ami esetleg kevésbé megy. Egyébként mit szólt a családod, meg a környezeted, a barátaid ahhoz, hogy te lettél Újpest arca? Nagyon örültek neki, viszont nekem egy-két ismerősöm azt mondta, hogy megnyerem. Én mondjuk nem hittem nekik, mert nagyon izgultam, de nagyon örültünk neki, és utána már egyből már a család összeállt. Volt ünneplés? Igen. Na. És nálad mit szóltak? Nálam nagyon örült anyukám. Anyukám se hitte el az elején, hogy hát mindenki megdöbbent. Igen? Apukám az sajnos a kórházból így örvendezett, hát ő sajnos bekerült, és akkor úgy felhívott minket, és kérdezte. De akkor örömhír, ezt hát tudtátok szolgálni, vagy segíteni a gyógyulását. Igen. Egyébként az osztályban, az iskolában, mert ahogy elnézlek, meg ahogy hallgatlak, te amúgy se nem hiszem, hogy ez a visszahúzódó típus lennél ott az osztályban, tehát te gondolom a menőbb srácok közé tartozol. Ez dob egyet ezen az egészen? Hát elég sokat dob szerintem. Jó. Igen, így könnyebb csajozni, hogy igen, figyelj, jó vagyok. Hát jó, idáig sem volt gaz. Jó, efelől sem volt kétségem. Neked meg már nem is kell a népszerűségedet növelni, gondolom. Hát, azért szeretném. Na jó, akkor legyen így. Nagyon szép évet kívánok nektek erről 2016-ra, és hogy ne felejtsem el, boldog karácsonyt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és viszont.